Na, hello, beló! sziasztok srácok! Úgy gondoltam, hogy elég kevés content van a magyar community ezzel a játékkal kapcsolatban, szóval csinálok néhány videót. A az nem lesz más, mint egy Padma tutoriál. Ez a tutoriál ez eléggé az alapoktól fog indulni, szóval lehet, hogy valakinek nem mond olyan túl sok újdonságot, de úgy gondoltam, hogy legyen úgy, hogy aki tényleg most fog először menni, az is tudja, hogy mégis merre, hogyan. Oké, okay. akkor ugye bejöttünk a képbe, a, itt baloldalt, hogyha elmentek, akkor nem kell megölni mobokat, amik így urbe hanem ugye le tudtok uh, glide-olni. Annyi még, hogy ugye hang az, hangot kikapcsoltam, így a naráláshoz, mivel DC-n beszélgettünk közbe, mikor öltük a boszt, így eléggé furcsa lenne, hogy kétszer is halljátok a hangomat, meg másokét is. Na szóval itt ugye beglídolsz, arra vigyázz, hogy uh, szokott lenni egy ilyen átvezető animáció, szóval úgy glídolj, hogy közben essél azért a mobokba. A, ezt ugye skippeled, uh, be kell mennünk. <kül> Annyi, hogy ugye padban az nem agrózódik, amíg itt vannak ezek a mobok. Ezeket ugye nem ártana gyorsan levágni. De mindenképp le kell őket, hogy ha egyet is, akkor ugye be fog jönni négy Szóval érdemes először a mage-et, heal-et uh, lenyakni, utána persze az IAS-t, aztán utána van még egy tank, mob Ezt lehet, hogy át is fogom lépni, mert igazából ez semmi extra Ugye padma ilyenkor még nem agróz. Viszont arra figyelj, hogy az utolsó mumot, amikor megölöd, akkor lemegy róla egy ilyen shield, tehát akkor már fog agrózni. Azt lehetőleg nem a közelébe éjtek, hanem akkor azt már húzd el messzebbre, vagy húzzátok el messzebbre. De ez a négy mob, ha megvolt, itt csináltam egy vágást, akkor ugye itt hátam mögött még van kettő, ezeket szintén uh, megölitek, Néha megállítom a videót, hogyha kell olyat magyarázni, hogy akkor e, lássátok, hogy mégis mit merre. Ezeket is megölitek. Egyébként tényleg ez a, ez a videó olyanoknak e, készült, akik nem ilyen 3K plusz DPS-sel mennek be, hanem gyakorlatilag szinte e, bármilyen e, DPS-sel megcsinálható. Jó, hát nem eserszett be természetesen, de azért nem kell nagyon op lenni ahhoz, hogy ezt így ezzel a buggal meg tud csinálni ezt a boss -t. Szóval, na akkor csinálunk előtte egy, ö, egy gear check is, megmutatom, hogy én mibe tankolom. Ö, én kettő darab szedbe fogom tankolni, az első az ö, nem más, mint a HP-szetem, azzal egy ilyen 20.000 plusz HP-vel tudok lenni az igazából akkor tud hasznos lenni, hogyha nem váltogatjátok az agrót. De erről még mindjárt fogok beszélni. Ugye van egy HP set, ami full HP, és van egy... Ö, van egy DPS, ami crit meg atak, ugye, természetesen. Na szóval, akkor mindjárt meg is húzzuk a boss ö, A bagnak a lényege az, hogy a többiek, azok itt baloldalt a fal állnak, mindjárt jobban meg fogjátok látni, hogy hol. Én tanként így a farm erőlegesen meg fogom húzni a boszt. Itt megállítom a videót, egy kicsit megmutatom, hogy ott áll egyelőre ugye a klerik és a sorci. Ők csak azért állnak ott, hogyha nem bagol be a boss, akkor el tudjanak futni, úgyhogy úgy, emiatt. Kicsit odébb fognak állni a a milik, szóval oda fogok én is futni. <kül> szóval ugye meghúzod merőlegesen a falra a és végig futsz vele a fal mellett. Látod, hogy itt áll a klerik. A klerik egyébként itt is fog maradni, innen fog hílelni. Nekem ugye be kell ide húznom. Ugye itt van egy ilyen beugrás, és kb. itt kell megállni vele. És innentől nekem mindenki, vagyis a tanknak, vagy aki húzza, ugye neki meg kell halnia, és ö, ugye ahhoz spónolni fognak itt az addok, azok fognak eltűnni elvileg, hogyha én meghalok. És onnan akkor babogolódott a boss, tehát nem fog több adjönni, ami azért egy elég hálás dolog. Annyit még hozzátennék ugye, hogy rengeteg fajta bug fajta létezik, tehát ö, tényleg sok csak ugye ez szerintem a leginkább olyan, hogy mondhatni, hogy hát nem majdnem minden, de azért egy alacsony DPS-ű csapattal is lehozható. Szóval ez a leginkább ilyen szép verzió. Szóval itt ugye nekem meg kell halni, úgy látjátok a minimapon is, meg látjátok ott is, hogy spawnoltak ugye az addok. Amint én meghalok, akkor jó esetben ezek eltűnnek. És ugye engem felszednek, az egyik DPS és el is tűntek, én felugrok ugye, és már tauntolok is, mint a barom. A... Kicsit mindjárt kizumolok, aztán látni fogjátok, hogy konkrétan itt állunk mind, kivéve a klerik. Ugye a klerik a boss háta mögött áll, a néhány esetben, olyan 20 méterre jó, néhány esetben ugye mozognia kell neki, és azt is mindjárt el fogom mondani, hogy hogy. Remélem, hogy nem hagyok ki semmit. Igen. Na, ugye itt állunk a boss fejénél. A, annyi, hogy az első 50%-ba arra kell figyelni, hogy egy ilyen, nem is tudom, talán 30 másodpercenként rárak valakire egy debuffot, hogyha ráüt, ugye, hogyha ez kétszer ugyanarra az emberre üti, akkor ez egy ilyen 15.000 KHP veszteséget is okoz instant, az az ütés. Szóval ezért szokták váltogatni a, a bosszon az agrót, hogy ezt mindig másra üsse. Amint látjátok, Ekin kapta meg egyszer, itt ez a piros, és ugye a másik, az a kék, az most rajtam van, tehát volt egy, volt egy váltás, ami nagyon jó. Látjátok, hogy Ekinről le fog járni, most engem üt, hogyha én fogom kapni megint a pirosat is, akkor az egy elég nagy Hitet fog belém vinni. Lehet váltogatni az agrot, hogyha erős a tank, akkor nem muszáj. Na, meg is kaptam. Ugye látjátok, hogy egy ennyi hp-ra lecsapott, mivel én kaptam a másodikat is. De ugye, hogyha tényleg, hogyha sok hp- és tankotok van, akkor ezt mind megbírja. Nem kell váltogatni az agrot. A... De egyébként meg kell. Elég könnyen váltogrotni, a túl könnyen is. Annyi, hogy akkor annyit kell csinálni, hogy ugye hogy megáll az egyik tank, és akkor mondjuk a szín tankolja tovább, akkor nem ekkorát fog ütni, hogyha mindig másra kerül ez a kettő debuff. Sőt, lehet, hogy itt fogjuk is azt csinálni, hogy át fogjuk adni -e kérre, és ő fogja kapni, akkor ugye látni fogjátok, hogy gyakorlatilag ilyen minimált fog sebezni az, a, az az ütés, az a debuff. Igen, ekire ütötte, látjátok, hogy kb, hát ö, itt talán egy ilyen 3k HP-t, hogyha ütött rajt. Tiz, ja, igen, hát körülbelül, még talán annyit sem. Ugye ő kapta most a másodikat itt ez a kék, ugye rajtam meg rajtam van, vagy, oh, igen, ez a piros. Ö, igen, lehet így hogy váltogatni, hogyha erős tankotok van, akkor nem kell váltogatni az agrót. Lehet, hogyha gladi van, meg ö, valami szín, akkor kell. Szóval igazából az első 50% az erről szól, hogy ezeket ütögeti az emberre. Most ugye megint rámütötte, szóval egy kicsit sebzett, ugye közben kiről lejár, ez pont így van kiszámolva, és ugye, hogyha ekin kapnál megint, akkor megint keveset limitzselne rajt. De hogyha én kapom, akkor is kibírom, mert, mert azért annyira nem veszélyeseket üt talán. Egy ilyen 15-16 ezeret, hogyha kétszer kapott meg te. Most Virok kapta meg, ő rajta se ütött nagyot ugye közben lejár róla, és akkor így lehet így váltogatni. Szóval ez egy elég, az első 50 az erről szól, ö, semmi extra. Ugye nincsenek addok, amint látjátok, a, ugye folyamatosan, hogyha nem, nem csináljátok, akkor folyamatosan addokat kell ölni, ami nem jó. Ugye csinál egy ilyet, ez nem valami extra, de amikor ezt tolja, ezt a skillt, amit most látjátok, hogy kasztol, akkor be kell futni a boss mögé, ö, vagyis boss alá nem feltétlenül kell mögé. Hát úgy kell mögé, hogy ugye ez a target kör, amivel ki van jelölve, ez jelenti ugye a közepét a bossnak, ez, ettől a körtől hátrébb kell állnatok, vagy különben elég nagy dimicst kaptok. Látjátok, befutottunk alá, ellövi, azt felfutunk is vissza elé. Ennyi. Ennyi az egész. A többi uh, nem kell futni, Kivéve a Kleriknek, amikor egy másik fajta van, amit hátul fogja ellőni, ellő gyakorlatilag a farkával csap egyet. Mivel ugye a klerik az mögötte van. Elnézést. 50% alatt nem fogja csinálni ezt a debuffos ütéseket, tehát ott már nem kell agrócsereggetni, meg nem kell erre figyelni. Ez egy jó dolog ebben. Szóval egy lazán 50% megvan. Igen, most virogra ütötte. Ja nem, most rám a virogról lejár, de innentől már ezt el kell engedni, mert ilyen probléma nem lesz, többet ezt nem fogja ütögetni. Itt új dolgok fognak bejönni, amiket mindjárt mutatok, miközben nyomja. Igen, amikor nyomja a chillinget, ez, ez talán a legkritikusabb dolog tud lenni, csak akkor, hogyha megkapja a klerik is. Ez egy para lizáló skill, három ember fogja megkapni, akire lövi attól 25 méteren kívül tartózkodsz, akkor nem kapod meg. Tehát az nagyon fontos benne, hogy például most a csantára kasztolja, akkor ugye a csantártól a klerikünk az legyen 25 méterre, mert különben, ha megkapja a klerik, ugye ő, saját magát nem tudja diszpelelni, emiatt ez elég rázos tud lenni a szituáció, a, főleg úgy, hogy ezután nem sokkal nyom egy Whirlpool is skillt, és akin a Chilling Ride van, tehát a paralizáció raj van, az meg fog halni. Ö, tehát az a jó, hogy a Cleric ne kapja meg semmiképp, menjen ki 25 méteren kívülre, ö, akit ö, le fog paralizálni három embert, arról meg gyors le tudja kapni egy Dispel-el. amint látjátok, meg is kapta virog, ö, a csanterünk, meg Ekin, rajta más debuff van, ugye nem, nem a, nem a Chilling. A Chillingnek ugye ez az ikonja, amit láttok. Ö, viszont ugye látjátok, hogy Tandrei nem kapta meg, emiatt ö, instant le is tudta kapni. Ami egy hálás dolog. és amit most Kastor skill ez a Tail skill, ez ugye ez egy hátsó területi, Ilyenkor a kleriknek kell bemozognia ugyanúgy, mint ahogy az előbb mi bemozogtunk hátra, őnek neki kell előre bemozogni. Na hát, mi fogjátok, hogy jó esetben, hogy, igen, most nem látni, de kb. Andre itt van. Úgyhogy be is mozgott, tehát nem kapott uh, damage-t belőle. És utána ugye érdemes neki, uh, hogyha rendbe hozta a bandát, visszamennie hátra majd. Ugye egyébként itt van ez a whirlpool uh, skill, ami ugye nem sokkal a chilling után jön mindig. A, hogyha ugye rajtunk lenne a chilling, tehát a paralizáció, akkor ez a skill azokat, akik rajt van, azokat megöli szóval emiatt nagyon fontos, hogy a kleriken ne legyen, mert le tudja szedni mindenkiről. Ugye max 3 ember kaphatja meg azt a chillinget, ahogy mondtam, és ö, akire lövi attól, ha 25 méterre vagy, akkor nem kapod meg. Igazából tök mindegy, hogy ki kapja meg, csak a kapja meg, mert ő ugye le tudja később szedni a többiekről. Na nézzük, hogy mi fog történni. Közben. Ez, ez a, ez ez semmi. Ezután fogod következni, ugye, a, amikor be kell futni mögé jó eséllyel. Igen, ugye megint ez a poison. Nos, ekkor megint ugye be kell futnunk nekünk az elsőknek hátra. Gyakorlatilag ugye a t annyit csinál, hogy csap egyet a farkával, ezzel meg így köp egyet be kell rohannunk, befut mindenki. Nagyon jó, és utána kifutunk. Látjátok, hogy igazából a mechanika az nem egy olyan veszélyes, Ö, könnyen tanulható, mert igazából van majd 3-4 uh, ski -e, bosznak, amire jobban figyelnünk kell. Uh, ugye, hogyha nincsenek addok, így a baggal nincsenek addok, addokkal nem nagyon lehet megcsinálni, ott nagyon epic DPS kellene, szerintem senki nem csinálja úgy, hogy normál módban, De ezért ez egy uh, tényleg Na ugye most te lövi ugye a paralizációt, a Chilling és tőle lévő emberek, vagy hozzák képest közel lévő emberek fogják megkapni. Hoppá, baj van, látjátok, hogy Thundra is megkapta. Ami, ami probléma, ilyenkor annyit tudtok csinálni, hogy imádkoztok, mint állat, hogy egy az, hogy éljetek túl a, a, a következő másodperceket, amíg ugye leesik a, a paralizáció az emberekre. Meg annyi, hogy ugye a ne el a Whirlpoolt, mert ha a elkastolja, akkor a Cleric és a Shorts és neki meg fog halni. Hát ugye ilyenkor az volt a probléma, hogy Tandra nem, nem futott ki 25 méterre, hát ez egy hiba volt, de nézzük, hogy mi fog történni. Egyébként, hogyha mák van, akkor ugye tud az történni, hogy a Whirlpoolt az később kasztolja, vagy úgy kasztolja, hogy épp leesik a, a para, ez elég lútri, úgyhogy erre ne nagyon appelláljatok, ne nagyon számítsatok. Látjátok, <tört> <tört> kasztolja a vörpút és még mindig rajt van a, a para az emberkéken, és, 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 és beér, vagy nem, és pont leesett róluk, úgyhogy ez nagyon nagy mázi volt, vagy különben instant haltak volna. Szóval itt ezt most így bevákoltuk. De tényleg erre ne appelláljatok, mert ez, ez, ez előfordulhat, hogy ez nem így fog történni. Jó, ezen kívül amire figyelni kell, ami nem 100% százalék esélyen történik meg, és ez pont a videón nincs, az az, hogy ö, körülbelül olyan 15 környékén kaphattok egy üzenetet a képernyő közepére, hogy összeomlik a kép. Ha ezt az üzenetet megkapjátok, akkor ö, iszonyat gyorsan ö, be kell futni középre. Mert különben ö, ugye a szélétől kezdődik, a képnek a szélétől kezdődik az összeomlás, és hogyha nem futtok be, akkor itt megjelennek ilyen körök, és gyakorlatilag, mint hogyha ilyen meteorok potyognának, vagy hogy omlana össze, azok egy hitelnek mindenkit. Szóval ez most nem történt, meg ez nem százszázalékosan történik meg, hogy összeomlik a kép, de erre számítsatok ilyenkor, amikor itt tartatok, akkor mindenképpen sasoljátok a képernyő közepét, egy viszonylag kicsi felirat fog tör, lenni, hogy a kép az kollaps, az össze fog omlani. Ha az megvan, akkor instant futás befele, és akkor azt kell csinálni, hogy utána lebörsztölni nagyon a Itt már nem sok HP marad, meg lehet úgy is csinálni, ha nem omlik össze, akkor meg mázlitok, van. Ez egyébként ez egy random dolog. Ja, innen meg már igazából hát ezeket a kileket maximum váltogatni fogja, de nagyon nem fog történni semmi extra. Azt hiszem, egy, ja, egy buffot föl fog magára rakni még, ami, 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 ami talán nagyobb sebzést okoz, vagy nem tudom, vagy ad, de semmi extra. Ezt, ezt a, ezt rakja magára, és szépen lenyomjuk. Ugye a kép nem omlott össze, annyiba mázling volt. Ha összeomlott volna, akkor is meg lehet csinálni, annyi, hát akkor is természetesen könnyen meg lehet csinálni, hogy befuttok középre, bejön utána, a boss, azt mint az állat. Ja, ennyi volt az egész. Látjátok, hogy igazából, hogyha ezekre a pár dologra figyeltek, semmi extra, szóval nem kell tőle parázni. Olyan epik nagy dps se kell, és természetesen üres volt. A... Annyit még akarok mutatni ezzel kapcsolatban, hogy, 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 igen, ide készítettem még egy ilyet. Ugye volt egy kilünk, amely 9 perc 34 másodpercig tartott. Hogy ezzel prezentáljam, hogy konkrétan ilyen majd, hogy nem akármilyen DPS-sel, 1800 tól a Rangerünk, 1800-at az Assassin, 1300-at a Shorting, és én meg 907-et. Ezzel a DPS-sel is le lehetett tolni. Szóval nem kell beszorni, hogyha nem, nem, nem vagytok nagyon op akkor is be lehet ide jönni, aztán ezzel a buggal meg tudjátok csinálni. Szóval ne féljetek ettől az egésztől. Na, ennyi lett volna, hogyha kérdés van, akkor nyugodtan írjatok. Köszönöm szépen a figyelmet. A régi nézőimhez még annyit szólnék, hogy hát igazából ez a játékkal játszom most, ebből lehet, hogy lesz content. Másból most jelenleg nem, de ez... Változhat, de most ezzel nagyon el vagyok ezzel a játékkal. Ebből viszont valószínűleg, hogy fog jönni. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csá!